Na és hát az elmúlt napokban Ausztriában voltam méghozzá Annával, a lányommal, és ez az adás tulajdonképpen erről az utazásról fog szólni. Akik régóta nézik a vlogot, azok tudják, hogy én minden évben elmegyek külön-külön is a gyerekeimmel néhány napra, mert akkor egész egyszerűen más a csoportdinamika, mint ha az egész nagy család együtt van, és akkor jobban tudok figyelni Marcira, jobban tudok figyelni Annára, és adott esetben Dórával is el szoktunk menni kettesben, mert hogy tök jó, amikor csak egy emberre koncentrálunk, és ez most épp az Annával volt a közös utam, azt hiszem, hogy a negyedik. És egészen konkrétan Raurizba mentünk Ausztriába, ahol már voltunk egyszer március környékén méghozzá síelni, és ott ismertük meg Gábort, az Onhof Hotelnek a tulajdonosát, aki mesélt arról, hogy mennyire jó ez a hely nyáron, milyen szép zöldek a hegyek, meg mennyi helyre el lehet menni kirándulni, és miután Anna is nagyon szeret kirándulni, meg én is nagyon szeretek kirándulni, már azt hiszem, hogy ilyen áprilisban bejelentkeztünk erre a júliusra, és hát végül megtörtént ez a kirándulás. És az a helyzet, hogy készültünk arra, hogy tök jó lesz a helyszín, de ezzel együtt is ebbevágó volt megérkezni a Raurizba völgybe, ami tényleg szenzációsan néz ki. Minden zöld, hatalmas hegyek mindkét oldalon, csobogó patak középen, és hát ott van maga Rauris, ami meg egy csodálatos kis ilyen archetípusa a hegyi falunak, azt gondolom. Szóval kis templomtorony, hangulatos utcácskák, és persze ott van a hotel is, az Onhof Hotel, ahol megérkeztünk, egy szuper három ágyas szobát kaptunk, noha csak ketten voltunk benne. Nagyon kényelmes, nagyon rendezett minden, és van egy ilyen elképesztő kilátás a teraszról. Hotelben mindenki magyar, szóval aki egyáltalán nem beszél semmilyen idegen nyelven, az is tök jól eligazodik ott, mert hogy mindenki tud segíteni, és mindenki tud minden kérdésre válaszolni magyarul. Első nap Raurizba környékén kirándultunk, reggeliztünk egy tök jót a hotelben, és nem csak reggeliztünk, hanem 10 órait is csináltunk, mert hogy erre is van lehetőség, úgyhogy csináltunk magunknak szendvicseket, aztán elindultunk felfelé a hegyre. Egészen konkrétan oda, ahol néhány hónappal ezelőtt még sieltünk, azt hiszem, hogy ilyen 1750 valahány méterre, ahol hát néhány hónappal ezelőtt még síelő embereket lehetett látni, most meg mindenféle ilyen játékot gyerekeknek. Például az osztrákok imádják ezeket a vízi játékokat, hogy gátakat alakítasz ki, meg vízimalmokat hajtasz, meg na, ott is volt ilyen. És ott volt ez a felnőtt hinta, ami abszolút nem hinta, és nem is felnőtteknek van számva, de én mindig ebben hintázok, akárhol találok ilyet a világban. Baromi jó, próbáljátok ki! Aztán elindultunk felfelé a hegyen, összesen 450 métert kellett megtennünk a csúcsig, és nagyon szép volt minden, szóval a növényzet is, a hegyek is, a patakok is, egy tök gics az egész. 143 méter, 144 méter emelkedés eddig. Már csak olyan 300 van hátra. Anna pedig lent van valahol a csobogó patak völgyében. Felfelé Annára rájött az a virágallergia, ami itthon június közepén megvolt neki, aztán elmúlt, de azért van ez, mert hogy ott körülbelül ilyen 40 nap eltérésre nőnek azok a növények, amik itt Magyarországon már mint hogy fenn a hegyekben, mert hogy annyira másképp alakulnak az időjárási körülmények, de zsebkedve az nem volt nálunk, úgyhogy kénytelenek voltunk valami kreatív megoldáshoz folyamodni, és megettük azokat a szendvicseket, amiket az Onhofban csináltunk. Na? Most vagy nagyon jól fújtad az orrod, vagy esik az eső, mert valami rám csöppent. Pedig itt sincs Robi. Akkor nem eshet. És elvileg 2194 méteren vagyunk, Anna. Olyan 460 métert jöttünk felfelé, ami egy ilyen másfél órás túra. Nem nagyon könnyű, de nem is nagyon nehéz, szóval gyerekkel is vállalható. Vállalható? Nem, de igen.
és a szöges drótot időnként megszakítják ezek a nagyon helyes kis tehénkapuk, szóval, hogy ezen a tehén nem tud átjönni, még a borjú sem, még a borjút is jövök, ketté kell törni középen, hogy itt be tudjon kanyarodni, de mi emberek simán átjövünk, ezért vagyunk mi a borjuk urai, és nem ők a mi uraink. Ott szalad Anna, mert hogy meglátott néhány csikót. Úgyhogy ott se látom ma már többet. Megcsináltad a sütkrumpiból az osztrák zászlót. Ketchupból és majonézből. Gratulálok. Ez viszont pofátlanság, szóval, hogy ez egy 5000 forintos tál. Ami közvetlenül persze a gyenge forintnak is, de ez a legkisebb rántotús, amit életemben láttam. Tulajdonképpen még Anna fejét is alig tudom kitakarni vele. És megtettünk 6,52 kilométert, 504 métert emelkedtünk, és 3 óra 18 percen keresztül tartott a túránk. Maximális sebességünk 13,2 km/h volt, annak gondolom lefelé. Vagy amikor üldöztelek. És ami jó, hogy konkrétan a hütte szomszédságában, sőt tulajdonképpen a hütte területén van ilyen madársó is naponta kétszer, ami azt jelenti, hogy sólymok, meg baglyók, meg sasok repkedtek körülöttünk. Sasok! Nem kellemetlen. Igazából tudod, milyen kellemes a víz? Na, nincs kiírva, hogy lehet benne fürödni, de igazából az sincs kiírva, hogy nem lehet benne fürödni. De nagyon kellemes. Ez pont hűsítő ebben a 30 fokban, ami egyébként meg nagyon hűsítő az otthoni 38-hoz képest. Tehát, hogy pont ilyen nagyon kellemes nyarunk van, de nem az az elviselhetetlen, mint otthon időnként, hanem az a nagykönyvben megírt kellemes nyár. Ez nem tudom miért, de kivondott a jó bóka. Nem tudná a medence szabályokat, ne hozzon be állatokat, ne szemeteljen, ne nudistáskodjon, és semmiképpen se vizeljen bele a vízbe. De tegyük hozzá, hogy amikor Dórával Vegasban voltunk, akkor ott meg az volt kitáblázva, hogy tilos bele szarni a medencébe, és kiderült, hogy okkal van ez kitáblázva, mert hogy miközben ott voltunk valaki beleszart a medencébe. De itt ilyet senki se tenne. És ami a legjobb, hogyha kifürödted magad a medencében, akkor van lehetőség napozni. De nem valami épített teraszon, hanem tulajdonképpen itt az életközpontjában, szóval vannak ezek a király kis székek. Elhelyezkedsz bennük, és élvezed a csodálatos raurici napot, ami ilyenkor 6 óra környékén is még kellően meleg. Nem elviselhetetlenül forró, csak nagyon szerethetően meleg. Másnap esős volt az idő, aminek én nagyon örültem, mert volt egy kimondott esőprogramom, és annyira szépen sütött minden nap a nap, hogy féltem tőle, hogy nem jutunk el, de hál' Istennek a második napon sikerült, méghozzá a verfeni jégbarlangba, amiről már meséltem nektek akkor, amikor ott voltunk télen, hogy mennyire jó lehet az, de nem lehet bemenni, mert télen zárva, na most nyáron nyitva volt, és behatoltunk az intézménybe. Amit tudni kell róla, hogy ez a föld legnagyobb jégbarlangja, 42 km hosszú, az 1910-es években kezdték felfedezni a belsejét, elég lassan haladtak, de kiderült idővel, hogy micsoda egy speciális hely is az, amit sikerült felfedezni az 1800-as évek végén, és igazán meghódítani az 1900-as évek elején. Ami érdekesség, hogy odabent mindig 0 fok alatt van a hőmérséklet, szóval amikor kint elkezd nyáron olvadni a hó, aztán víz lesz belőle, akkor az becsöpög a barlangba, és ott meg elkezd növekedni a jég. De nem csak a barlangban van
van hideg, hanem a barlang bejáratánál is, hiszen amint valaki kinyitja a barlang bejáratának az ajtaját, elkezd kifelé tódulni a hűvös levegő. És mindez mikor? Július közepén? Végén? Júliusban. Thank you. Ezt lát? Uh-huh. Ilyennel lehet világítani. És még meleg itt is. Sajnos odabent tilos fotózni és videózni, úgyhogy majd elmesélem. Na jó, az, hogy tilos, nem jelenti azt, hogy nem is lehet. Na, és úgy látszik, hogy látod, szóval ezt többen mondták a nézők, hogy a kabátomban van kapucni, és használjam azt, amikor esik az eső. Ez nem kapucni, ez arra való, hogy tulajdonképpen elrejtsük benne a kabátot, amikor nincs rá szükségünk, és ilyen nyakpárnát lehet belőle formázni, de odament annyira hideg volt, hogy kiderült, hogy mégiscsak használható. Ilyen nagyon fura kapucniként is. És ami az érdekesség, hogy idekint 15 fok van, ami nyárban kimondottan hűvösnek tűnik, de hogy a 0 fok után mintha csak visszaérkeztünk volna a forró nyárba, szóval nagyon-nagyon jól esik ez a nyári hőség. És szenzációsan jó volt, szóval hatalmas barlangok voltak, hatalmas jégképződmények, nagyon hangulatos volt ezekkel a kis lámpásokkal haladni mindenfelé, de azért azt mondom, szóval ez egy keményebb túra, tehát hogy én is tudnék olyan állapotban lenni, hogy nem feltétlenül sétálnám végig. Úgyhogy azért arra mindenkinek érdemes készülnie, hogy sokat kell lépcsőzni fel és le, de aki erre készen áll, és aki kellően fel tud öltözni a 0 fok alatti hőmérsékletre, annak mindenféleképpen nagyon ajánlom. Mi is baromi jól éreztük magunkat, aztán elfogyasztottuk a szendvicseket, amiket hoztunk a szállodában. És elindultunk a következő úti célunkhoz. Óvatosan kell becsomagolni a szendvicset, mert tudnak történni balesetek, hogyha az ember nem figyel oda. És a szalvételnek nem olyan jó az íze, és nem is annyira tápláló. De ami benne van, az fincsi. Köszönjük a Zonhof Hotelnek a lehetőséget Raurisból. A lényeg az, hogy megérkeztünk a Werfeni várba, ami az először le kellett menni, aztán utána újra fel kellett menni, mert a vár egy hegy tetején van, és amellett, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon hangulatos középkori izé, ahol középkori játékokat lehet játszani, én például gólyalábaztam, meg hasonlókat csináltam. Ott is van egy madársó, ami egészen elképesztően néz ki, szóval, hogy egy ilyen történelmi várudvarban vagy, minden zöld körülötted, mindenhol hegyek vannak körülötted, és sasok, meg keselyük, meg hasonlók repkednek nagy számban a fejed fölött, azért az mindenféleképpen. Éppen emlékezetes. Másnap elmentünk az Salzburgi állatkertbe, amit mindenkinek ajánlok, aki esetleg a Raurisban száll meg, mert hogy ilyen 40-45 percre van a szállodától, és baromi jó helyszín, mert hogy tulajdonképpen az egyik oldalon szikla van, és az állatok mögött nem valamiféle kerítés látsz, hanem egy természetes képződményt. A hegy az, ami megakadályozza, hogy elszökjenek, szóval, hogyha ott állsz velük szemben, akkor olyan, mintha a természetes környezetükben szemlélhetnéd őket, és természetesen ezért ez nem a természetes környezetük, de hogy eddig Salzburgban volt a legközelebb ahhoz, amit az ember elképzel nekik. Hogy jövök ki ebből a mondatból? Szóval nagyon-nagyon jó dolguk van, nagy helyük van ott az állatoknak, tudnak mindenfelé szaladgálni, az orrszarvuknak ilyen 20 perc alatt körbejárható területük van, és ez egy nagyon hangulatos, szép állatkert. Majd beugrottunk Salzburg belvárosába méghozzá azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy tényleg megszűnt-e a Mozart kugel, ugye van mindenféle a piacon, de van egy, az eredeti, aminek a gyártója viszont csődbe ment néhány hónappal ezelőtt, de attól, hogy valami csődbe megy, még nem feltétlenül tűnik el maga a termék, úgyhogy kíváncsiak voltunk, hogy megvan-e az eredeti cugrászda, és ott megvan az
eredeti? Megvan-e az eredeti Mozart kúgul, és az a helyzet, hogy... Még hogy nincsen többi eredeti Mozart kúgul. Lehet, hogy csődbe mentek, de a Mozart kúgul az továbbra is van. Na, olyan, mint volt? Nyam. Nyam. De olyan, mint volt nyam, vagy más nyam? Nyam. Olyan, mint volt nyam. Ezután elmentünk a hebroni kastélyba, ami mindig ott van Salzburg mellett, tulajdonképpen 5 percre az állatkerttől, ahol pedig megnéztük a vízisót. Szóval azt kell tudni, hogy Salzburgnak az urai azok az érsek hercegek voltak, vagy herceg érsekek, akik egyszerre gyakorolták a világi és az egyházi hatalmat is. Ezek választott tisztségviselők voltak, szóval a demokráciának azért nem nevezném, de minden esetre volt beleszólása bizonyos embereknek abba, hogy kivezesse Salzburgot és környékét, és az egyik érsek herceg az 1600-as évek végén úgy döntött, hogy nem csak egy palotát húzat fel magának, hanem mindenféle ilyen vízi játékkal szórakoztatja magát, ami tulajdonképpen abból állt, hogy áthívott mindenféle uralkodókat, és azokat lespriccelte vízzel. Szóval, hogy gyermeteg egy lélek volt, de az a helyzet, hogy aki szintén gyermeteg lélek, és mi Annával tulajdonképpen ebbe a csapatba tartozunk, az nagyon jól tudja érezni magát egy ilyen kellemes meleg nyári napon, amikor mindenhonnan fröcsköl a víz. Ezután visszatértünk Raurisba, ahol a önkéntes tűzoltókat avattak, szóval tök nagy buli volt és óriási hangulat, majd pihentünk a szálláson. Másnap felkelt a nap, és azonnal útra keltünk méghozzá egy szurdokba, ahol nagyon-nagyon izgalmasan csapódik jobbra-balra, meg lefelé a víz, hívjuk vízesésnek. Majd ellátogattunk Cellámzébe, ami a Cellerzé partján van, egy baromi hangulatos kis alpesi település, egy nagyon-nagyon szép tóval, aminek a partján lehet strandolni is. És ha valakinek nem lenne elég, hogy a hátul mögött egy olyan tóval, aminek annyira tiszta a víz, hogy abból inni is lehetne, van egy csomó medence is idebent. Egyébként a strand belépő az nem olyan vészes, szóval, hogyha még kiveszünk ilyen napozó ágyakat is, meg esernyőt, meg hasonlókat, akkor is ilyen... Hát jól fel, annyira olcsó, 4000 forint fejenként, de annélkül meg kevesebb, mint fele ennyi. És cserébe mindenfélét lehet idebent használni. Na és eltöltöttünk itt körülbelül olyan... Mennyit? Egy 5-6 órát? Kaja nem volt annyira jó, de maga a strand az nagyon jó. A víz az meg érdekes módon a strand egyik felén nagyon hideg, a másik felén meg egész langyos, és rájöttünk arra is, hogy mi a különbség oka. A kettő között van egy hegyi patak, ami belefolyik a tóba, és az borzasztóan ilyen 6-7 fokkal lehűti a vizet. Nagyon kellemes volt itt. Legvégül jött a fő túra Tóth Gáborral, az Onhof tulajdonosával, aki felajánlotta, hogy felvisz minket egy hegyi szállásra ilyen 2400 méter fölé, és ott fogunk aludni, és addig fogunk túrázni egy nagyon izgalmasat, de előtte még elvitt minket aranyat mosni. Itt aztán megtanítottak minket arra, hogy hogyan kell pontosan mosni azt az aranyat, és Anna neki is állt a feladatnak, meg annak, hogy bóklászom a hegyi patakban. De ez igazi aranymosás? Tehát, hogy konkrét, tehát igazi arany van itt a patakban, igen. És ezt el lehet vinni, vagy kimosuk és leadjuk? Igen, nem, elvisszük. Haszta. És akkor 8 euróba kerül az aranymosás tulajdonképpen, ugye? Gold is 20-mal schwerer als Wasser, 8-mal schwerer wie jeder Stein und 1-mal schwerer wie Blei. Es ist das Allerschwerste, was hier vorkommt. Das heißt, ich muss immer waschen, ich brauche immer Wasser. Ohne Wasser geht es nicht. És hát tulajdonképpen azt kihasználva lehet itt aranyat mosni, hogy az arany nagyjából mindennél nehezebb, mint amivel találkozhatunk itt a környéken, ami azt jelenti, hogy egy lapáttal merünk egyet az aranymosó vödrünkbe, aztán elkezdjük ezt rázni, meg kevergetni. Tulajdonképpen az a cél, hogy mindenki menjen a vödörből, csak a legnehezebb részecskék maradjanak benne, és amikor már csak nagyon-nagyon kevés cucc van a vödörben, akkor elkezdhetjük keresni az aranyat körkörös mozdulatokkal, és hogyha van egy kis szerencsénk, akkor hát akkor tulajdonképpen meg is találjuk azt, amit kerestünk. És egyébként itt már a rómaiak is keresték az aranyat, és ez Közép-Európa egyik legmenőbb, legjobban pörgő arany lelő helye, ezért is szokták itt rendezni a világbajnokságokat, és ezért jön ide ennyi család, akik
az arany bűvöletében élve próbálnak meggazdagodni. Hát meggazdagodni itt nem lehet, de minden esetre ez egy szuper jó program, hogyha az ember valamivel el akarja foglalni magát nyár közepén. Főleg, hogy a patak nagyon-nagyon kellemesen hűs, ami azt jelenti, hogy hiába van meleg, hát nem ilyen otthoni mércével mért 52 fokos kánikula, hanem ilyen nagyon kellemes 30-31 fok. Itt a vízparton még ennél is kellemesebb az idő, olyan, hát nem tudom, hogy mennyi a hőérzet, de lényeg az, hogy nagyon kellemes. És egy további adalék azzal kapcsolatban, hogy micsoda egy aranylelő fővárosban vagyunk. A 40-es évekig a világ összes kitermelt aranyának az 5%-át erről a környékről szedték össze. És itt volt, rendben vagyunk? Azt mondta, hogy ügyesek voltunk, igen. 9 darab és 2 darab kristály. Gazdagok vagyunk? Aztán. Na, megyünk a gletszerekhez. Ahonnan ered a patak, amiben az előbb aranyat mostunk. Itt vagyunk a parkplácnál most, és megyünk fel. Felmegyünk most egyszer a Hermannhoz, a Naturfreund. Aha, itt ebédelünk egyet. Igen. És hol a végállomásunk? 2400 környéken? Ez az? Azt a mindenit. És akkor az mit jelent, hogy már hó most azért nem lesz, ugye? Most már. Már nem. De fák most, sem most nagyon. 2008-ig felhúzódott a hóhatár, ott vannak a gletszerek. És ezt a gletszer szállásról, a gletszer ezen felét látjuk. Ide szoktak beülni. Jaj, ez tulajdonképpen igen. Félig meddig az ő privát igen, birodalmuk. Igen, de ők itt is laknak a hegyen? Igen, ő egy nagyon nagy híresség. Ő építette fel az egész aranymosás rendszert. Aha. És meg is gazdagodott belőle, vagy igen, felépítette igen, és meghalt? Ez igen. Ábel, a fiam az, ő belőle készült, mikor volt ilyen vizsga időszaka. Aha, tehát egy igazi igen, helyi híresség. Igen, helyi, sőt a legnagyobb helyi híresség, igen. Akkor jól értem, hogy itt nepáli a szakács, és ez egy nepáli lencse? Igen, nepáli lencse. Meg magyar? Igen. Mármint, hogy van egy magyar szakácsuk, meg egy nepáli? Igen, nepáli, igen. Hát igen. Ahol tudnak főzni, ugye? Igen. Megérkeztünk 1880 méteren vagyunk, az azt jelenti, hogy hátra van még több mint 500, viszont nagyon is látható már a változás, ugye onnan jöttünk a völgyből, 1400-1500 méteres magasságból, és eltűntek a fák, szóval itt még van néhány, de látjuk, hogy amerre megyünk, arra már csak bokrok vannak, meg vörös áfonya, meg mindenféle izé körülöttünk. És a maradék gletszerek, amik még megvannak az Alpokban. Mögöttünk pedig ott fenn a hegyen a házikó, ahol aludni fogunk. És lehet belőle inni? Ó, de jó. Három kortyot azt mondod, mert hogy azért a hegyen vannak állatok, és azok valahova ürítenek, de nagyon finom. És Gábor elmesélte, hogy hát néhány évvel ezelőtt, mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt, az a fent látható szürke rész, az még mindenhol gletszerrel volt borított, és most már csak néhány foltban található meg a gletszer, ami idén, jövőre valószínűleg is fog olvadni, és hogyha egy gletszer elolvad, akkor ott nincs többé, szóval, hogy annak vége, mert a téli hó az tavasszal elolvad, és nyom nélkül eltűnik. És mit jósolnak? Meddig hát lesz még itt gletszer? Ezelőtt 10 éve jósoltak 50 évet, most 5 éve jósolnak 15 évet. Úgyhogy háromszorosára gyorsult az olvadás, ami szemmel látható. Pánkszatóni Phil, hol vagy? Az a helyzet, hogy elkezdtük küldözni a mormotát, mert a hangját hallottuk, de valószínűleg a föld alatti járatokban rohangál, mert mindig pont másfél méterrel előttem van. Azért kiegek, mert hegynek felfelé szaladtam 2200 méteren, és azért az nem ugyanolyan, mint vízszintesen földszinten, de azt nem mondom, hogy megértem, mert a mormota az nincs meg, de jó élmény volt. Like
De aki tulajdonképpen ezt tisztátok a szállodában, nem? Igen, igen. Tehát, hogy ami nálatok van a Zonhofban, az folyamatosan egy hegyi ásványvíz. Lemegyek a botokért. Jó, jövünk mindjárt mi is a botokért. Mondjuk olyan alpesi ásványvizet még nem ittam, ami a sziklából fakad. Én még egy forrás tudtam, ez egy új forrás. De apa, te miért? Feltöltöm a vidát. Azt, de jó. Nagyon finom. Még jó. Egy kortyot. De ez a pedig. Jó, hát azért nem vizsgáltuk be ezt a vizet, csak sejtjük, hogy jó. Be, de fenn a néni tuti ezt árulja. Igen, 10 euróért meg lehet venni ugyanezt. Na, igen. Mennyivel nagyobb volt itt a gleccser? Tulajdonképpen az egész hegyoldal, hát látni, ami szürke, az gleccser volt? Milyen végeket látni. Mm-hmm. És ami árnyékban van, az még túléli, mert mindjárt nem ugye a nap, akkor ő neki több esélye van. De a föntiek, ez a volt a tűz a napon már. Vége. Igen. És arra fele van Rauris, onnan jöttünk fel a völgyből, a kanyar után van Gábor szállodája, a Zonhof, és hát tulajdonképpen sétálva ezt az utat tettük meg, ott ebédeltünk lent, és jöttünk végig, és most már nagyon-nagyon közel van a szálloda. 2445 méteren, még egy 10 méter fölfelé. Hadd gratuláljak nektek! 2471 méter, és itt fogunk aludni. Ide kell lepakoljunk. Ah, oké. Okay. Na és akkor ez a három itt a miénk, ugye, ha jól értem, itt meg alszanak barátaim. Mások. Itt már tudja, hogy alszik valaki. Ezek még lehet, hogy üresek lesznek, de akár ide is jöhet valaki. És igen, innen a kilátásunk egészen pontosan 2462 méterről. Jöttünk fölfelé 810 métert. Onnan az étkezőből, és hát az étkezőig is mentünk egy olyan száz valamennyit fel. Szóval majdnem egy kilométert jöttünk felfelé, mit szóltok? És várja, mi minden van? Tehát, hogy ez házi ribizli lekvár a szüleitől? Igen, igen. Magyarországról? Igen. Hol lak meg a igen. És te még cipeltél, ha jól látom, egy kis zsemlék. Camembert, de ami számomra a legérdekesebb, az, ha jól tudom, itt van elől, hogy ez meg magyarországi paprika? Igen, tehát ezt Magyarországról hoztad. Első termés, igen. Tudod, mi lesz, Anna, hogy a szobából mindenkit el tudunk hűzni, mert ugye itt a szobában azért alszanak sokan, ezt berakjuk ide az ágy alá, és reggelre nincs más vendég a szobában. Ú, de jó. Bázis. Van ennek egy nagyon különleges hangulata, hogy itt vagyunk fent. Menjünk 2500 méteren, vagy valami hasonlom. Ilyen közös szobában másokkal, mert el is kezdtünk barátkozni, egy kedves osztrák vagy német nő, az akcentusából kiderült számodra, német nő kislányával, szóval velük fogunk együtt aludni, és esszük itt a sajtot, amit a völgyből hoztunk, a matraszlágerben, ami azért szóval ez a láger szó, nem minden. És közben fogyasztjuk azt az istai lekvárt, amit anyukát csinált Magyarországon, igen, ugye? Valamikor. Csodálatos. És közben nézzük a gleccsereket odakint. Szóval ez egészen elképesztő. Ez az élmény egy kicsit hasonlóan meghatározó lesz szerintem nekünk, mint amikor Robival egy kolostorban aludtunk Cipruson. Szóval ezek az igazán izgalmasak. Persze a Zonhof sokkal kényelmesebb, meg van medence, meg szauna, meg kényelmes ágyak, de nem rossz, hogy eljöttünk ide egy éjszakára. Úgyhogy nagyon köszönjük. Én örülök, hogy nem megy. Bácsi fog mellettünk aludni. Annak azért én is, tehát amikor megláttam, hogy ott egy néni van, és nem egy bácsi, az nagykő esett le a szívemről. De ő neki mi esett le a szívemről, amikor meglátta, hogy két férfival fog együtt aludni. És akkor ez az a kék növény, amit igen, láttunk menet közben? Igen, encián. Encián? És akkor ez valami helyi pálinka? Gyökér. Gyökér pálinka? Az encián virág gyökerének a pálinkája. Jó az illat, a pálinka illata van. És pálinka íze van némi technokollal, nem? Tehát, hogy van egy ilyen nagyon kellemes, ragasztós mellékíze. Igen, virágnak szebb, mint pálinkának, de jó, örülök, hogy ilyet ittunk. Tehát, hogy ilyet kell itt fent a hegyen inni. És akkor ez meg miből van, a magaslati fenyőkből? Igen, a fenyőtoboz. Fenyőtoboz? Hajt is, még friss. Kellemesebb, mint az előző.
kevesebb techno, igen, igen, fűrész, igen, kicsit kevesebb technokó, több fenyőfa. De hoztad, de nem adod? Sitz! Jól van. Maximal 10 Jahre? Wenn so weitergeht, ist so viel zu warm. Viel zu warm. Und nach? Nach? Was kann man machen? Überall Katastrophe. Deutschland auch. Keine Regen, alles Hitze. Natürlich, man muss den Tschechien. Man muss gewinnen. Überall Probleme. Wenn keine Regen, viel zu heiß, kein Wasser. Visszamegyünk arra felé, megnézzük ott a vízeséseket, aztán elindulunk Rauris irányába, de nem megyünk egyből vissza, hanem az egyik oldalsó völgybe bemegyünk, és megpróbálunk piszrángot fogni. És újabb hegyi jó tanácsokat hallottunk Gábortól, hogyha halljuk, hogy valahonnan kőgörgeteg indul meg, ami egyébként itt meg szokott történni, elég néhány ilyen 30-40 fokos nap, és elkezd málani meg omlani a szikla, és hát állítólag az ilyen túrás balesetek 50% az ilyen helyszínen történik, akkor hogyha halljuk, hogy valami történik, akkor egész egyszerűen arccal le kell feküdnünk, azonnal hasra kell vágnunk magunkat, és védenünk a fejünket az első közeli szikla oldalában, mert hogyha az arcunkat találja el a gördülő szikla, akkor nem lesz arcunk után, a hátunkat, meg a karunkat azt inkább, mert az könnyebben gyógyítható, meg kevésbé sérülékeny. Szóval, hogyha zajt hallottok, gördülő sziklákat, Rolling Stones-t, akkor le kell vágódni és védeni a fejünket. Gábor jó tanácsai. És Gábornak lehet hinni, mert hogy ő Mont Blanc-t mászik, meg hasonló dolgokat művel, szóval, hogy ő tényleg ott van a legkeményebbek között, és hogyha valaki, akkor ő tudja, és tök jó, hogy egy ilyen túravezetőnk van. Szóval azt is elmondta például, hogy amikor túrázunk felfelé, akkor próbáljunk minél kisebbeket lépni, nem magasra húzni a térdünket, hanem csak egy picit emelni, és a sarkunk az szinte csak elsiklik a kövek fölött, mert hogy ezzel is tudunk spórolni magunknak rengeteg energiát, illetve hogyha ilyen nagyon sziklás, szakadékos részen megyünk, akkor pont mind a síjelésnél egy kicsit az ellenkező oldalra rogyasszunk, és a szakadék felüli oldalon támasszuk ki magunkat bottal, hogyha bármi történne, akkor azonnal oldalra tudjuk dobni magunkat. Ha pedig elindulunk lefelé, és mégis elkezdünk csúszni, akkor meg azonnal fenékre kell vágni magunkat, és a kezünket pedig hátra tartva lassítani a gurulást lefelé, vagy a csúszást.
not true. Not for me, not for you. Akkor ez itt egy ilyen pisztránkfogó hely, jól értem? Hogy az ember eljön ide, befizet oda, adnak neki mindenféle felszerelést. Igen. A hegyi folyóból kivezetik ide a vizet, aztán ez tovább folyik, és akkor van egy ilyen pisztránk tenyészet. Igen. És az mire való? Hát, ő álmosítja el a halat. Ja, értem, tehát ezzel kell agyon ütni a végén. És mekkora eséllyel fogsz itt valamit? Mondtam, hogy sietünk. De hogy egyébként te már pecáztál itt, igaz? Igen, tehát, hogy nem az vagy az ember eljön ide és semmit se fog, hanem azért jó esélye kapsz. Igen. Van rajta kuka? Lesz kapás? Igen, kértem ilyen speciális. Ja, hogy csalit. Neked van egy ilyen spéci csalit. Te, meg is indultak rá. Maradjunk. Ó, de nagy. Ez szép, ez meg volt egy 15 perc alatt körülbelül, vagy mennyi? Szántunk egy 15-et. Ez a filézett, panírozott, ez meg a sima? Tulajdonképpen? Tehát, hogy mi ezt tesszük, ezt a 15 eurósat, és ha jól értem, akkor így, hogy mi fogjuk, vagyis hogy igazából te fogtad, ugyanaz az ár, mintha étlapról kérnénk, csak megvan az az öröm, hogy te fogtad. Igen, 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 meg a frissesség garantál. Ennyi, és elképesztő, hogy mennyi látnivaló van ott a Lauriszi völgyben, nem? Szóval, hogy tulajdonképpen egy hetet simán el lehet ott tölteni, de hogyha azt nézzük, hogy Lauriszról ilyen 20-30-40 percnyi távolságra mi minden van ott, akkor meg ilyen heteket is, mert hogy nagyon-nagyon jó a környék. És ami a legjobb az, hogy nincs ilyen elviselhetetlen rekkenő hőség, hanem ilyen kellemes nyári meleg van, viszont miután az év nagy részében ott egyáltalán nincsen meleg, van egy csomó minden, amit lehet csinálni akkor is, hogyha véletlenül éppen esik az eső. És nagyon köszönjük Gábornak ezeket az élményeket, amiket egyébként ti is át tudtok élni a videó alatti linkre kattintva, ahol 555 euróért lehet 6 napra két felnőttnek, két gyerekkel félpanzióra őszre foglalni ebbe a szállodába, úgyhogy érdemes kattintani a linket és megnézni, mennyi minden meglepetés, meg program, meg ajándék, meg mit tudom én, mi van benne ebben a csomagban, szerintem baromi jó. Lényeg az, hogy mi nagyon jól éreztük magunkat, és azt gondolom, hogy szereztünk néhány életre szóló élményt Raurisznak köszönhetően. Nagyon örülök, hogy velem maradtatok ilyen sokáig, de tényleg ez egy hosszú esemény sor volt, és olyan nagyon rövid adásban ez nem fér bele. Biztos, hogy jövünk még egy kicsikét, egy kevéskét vissza, de lassan már tényleg itt van a nyári szünet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!